Középpont. Minden hétköznap 10 órától 12 óráig itt a Hit Rádióban. Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt továbbra is a Középpont, a mikrofonnál Fekete Ritát halljátok, a mai adást pedig Barna Erika szerkesztette, és ahogy ígértem, Izraelről fogunk beszélni ebben az órában, ugyanis választások lesznek a holnapi nap alkalmával, viszont nem csak erről, hanem sok minden más érdekes és fontos dologról is tudunk beszélni, ha Izrael kerül szóba. Köszöntöm is itt a vonalban Csepregi Zsoltot, az Antal József Tudásközpont nemzetközi igazgató helyettesét, Izrael szakértőt. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Kezdjük is azzal, hogyha lehet, hogy a járvánnyal kapcsolatban kérdezném Izraelnek a hozzáállását, illetve a stratégiáját. Nemrégiben ugye ott járt Andrej Babis és Orbán Viktor is, Jeruzsálemben meglátogatták Netanyahut, és hát hazajöve Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy van mit tanulnunk Izraeltől, azért is ment, hogy meglássa, hogy hogyan lehet a járványon felül kerekedni. Ugye azt lehet tudni jelenleg, hogy Izrael az egyik legátoltottabb nemzet vagy állam a jelenlegi helyzetben, viszont azt is tudjuk, hogy már az első hullámban igen nagy méreteket öltött ott a fertőzés. Mit lehet elmondani összességében Izraelben, mennyire tudták jól kezelni a járványhelyzetet, és mennyire vannak az ott lévő polgárok megelégedve ezzel a járványkezeléssel? Az országban a járványkezelés nagyon sokrétű volt, mivel maga az ország nagyon sokszínű, tehát lehetett látni, hogy főleg az első hullámban ugye a különböző közösségekben a különböző szokások befolyásolták azt, hogy milyen mértékben terjedt a járvány, tehát azok a közösségek, ahol mondjuk sokkal többet járnak zsinagógába, különböző szoros közösségekben, ott nagyon-nagyon gyorsan terjedt a járvány. És emiatt a kormánynak különbözőféle intézkedéseket kellett meghoznia. Tehát amit tettek, hogy felosztották az országot különböző régióra, abból a szempontból, hogy mennyire terjedt a járvány, és ott különböző korlátozásokat hoztak meg. Ugye Izrael szempontjából a járványkezelés azért mondhatjuk azt, hogy jól sikerült, amennyire a körülmények lehetővé tették, mivel egy viszonylag kicsi és jól szervezett állam, területi szempontból kisméretű, viszont a lakossága ugye több mint 9 millió most már, ez lehetővé tette, hogy a Pfizer vakcinagyártó cég olyan megállapodást kössön Izraellel, ami azt tette lehetővé, hogy az állam megkapott több millió számban vakcinákat, és cserébe az első adatokat rögtön a fejlesztőnek a tudomására hozták. Tehát tulajdonképpen Izrael egyrészt megkapta a vakcinákat nagyon hamar, másrésztről viszont az információk visszacsatolásával elő lehetett segíteni azt, hogy a további országokban minél hatékonyabban lehessen felhasználni ezeket a vakcinákat. Izrael számára ennek az előnye az volt, hogy megkapta. Tehát nyilván ugyanúgy kellett fizetnie, nem is keveset ezekért a vakcinákért, viszont az országot egy ilyen hát tesztelték ott a vakcina beadás hatékonyságát, és ez elősegítette azt, hogy most már ott tartunk, hogy lehetett a járvány korlátozására szolgáló intézkedéseket enyhíteni. Arról lehet-e tudni valamit, hogy milyen oltási kampány zajlott? Éppen ezért, mivel ők voltak az az ország, akik elsőként ilyen nagy számban tudtak oltani, mennyire volt a polgároknak bizalma egyáltalán az oltáshoz? Úgy tudom, hogy azért ebben is megosztott volt az izraeli társadalom, nem minden réteg, vagy nem minden valláshoz tartozó ember vette fel szívesen az oltást. Igen, ugye itt egy hármas kihívás volt. Tehát az egyik az, hogy átoltani a úgymond többségi lakosságot, tehát azokat a zsidó vallású, viszont nem nagyon konzervatív szektorhoz tartozó polgárokat, akik a társadalomnak a kétharmadát teszik ki. A körükben az oltási hajlandóság nagyon magas volt, és jól sikerült ezt már a járványhelyzet elején elérni. A másik két szektor, mivel különböző politikai akcióterveket kellett kidolgozni. Az egyik az izraeli arab állampolgárok voltak, a körükben nagyon sok
akciót hajtottak végre a különböző politikai vezetők, katonai vezetők, véleményvezérek, tehát például lehetett látni, hogy Facebookon például izraeli arab katonák, rendőrök, diplomaták szóltak a saját közösségükhöz, hogy legyenek élenjáróak az oltásban, és a lemaradás követően, a kezdeti lemaradás követően itt azért nagyon hamar megindult a változás, és tényleg az ország északi részében és déli részében élő izraeli arab közösségek azért felzárkóztak az oltásban. A másik kérdés ugye a konzervatív ultraortodox vallási közösség volt. Itt azonban, tehát itt is azt mondhatjuk, hogy maga a közösségnek a nagy része oltáspárti volt. Voltak egyes hangok, akik oltásellenesek voltak, és az ő meggyőzésük volt nehéz. Köszönhetően, vagy hát annak következtében, hogy ugye holnapi választások miatt az ultraortodox pártok nem akarták elidegeníteni a szavazóbázisoknak egy részét, tehát nagyon óvatosan kellett nekik azokkal az oltással kapcsolatban bizalmatlan körökkel beszélni. És amit hangsúlyozok, hogy nem is feltétlenül az oltással kapcsolatban voltak bizalmatlanok, hanem ezek a közösségek azt mondták, hogy hát ők várják az oltást, de addig is szeretnék élni a vallási életüket. És ebből adódott a probléma, hogy hogyan lehet úgy mondjuk esküvőket, temetéseket, istentiszteletet tartani, hogy nem találkozhatnak az emberek, ami egy alapvető eleme nyilván ott is a vallási életnek. A közelgő választások miatt is gondolom politikailag is fontos volt az Netanyahu-nak, hogy ez az oltás, illetve a járvány kezelése sikeresnek mondható legyen. Mit szóltak ehhez a többi politikai szereplők? Be tudtak állni Netanyahu mögé, és úgymond a nép felé tudták kommunikálni azt, hogy igenis az oltás az fontos és kell, vagy pedig azért voltak olyan hangok, amelyek kritikusak voltak, akár azzal kapcsolatban, hogy egy tesztországként működik most Izrael ilyen szempontból? Én azt gondolom, hogy a két tendencia párhuzamosan jelen volt. Tehát egyrészt a politikai vezetők tulajdonképpen a teljes politikai spektrumon beálltak Netanyahu mögé, és a kormány mögé abból a szempontból, hogy igen, az oltás fontos, gyorsan végre kell hajtani, minden polgárnak ezt ebben együtt kell működnie, és természetesen mellette kritizálták egyes pontjait az oltási stratégiának. Tehát például abból a szempontból volt ellentét, hogy mennyire kell a járvány alatt is a különböző vállalkozásokat mondjuk nyitva tartani, vagy ahogy említettem már az ultraortodox közösségben, hogy mennyire lehet engedélyezni a vallási életet a járvány veszély alatt is. Tehát, hogy voltak egyes pontokban kritikák, meg a mai napig vannak, tehát vannak olyan pártok, akik konkrétan olyan gazdaságélénkítési programmal indulnak, amik azt ígérik a polgároknak, hogy majd ők jobban csinálják, mint ahogy a Likud és Netanyahu miniszterelnök tette a járvány során. Azonban a nagy stratégiai célokban mondhatjuk, hogy volt egy nemzeti egység, és nem volt különösebb kihívás ebből az irányból a Netanyahu kormány felé. Mi a jelenlegi helyzet? Azt lehet olvasni több helyen, hogy már Izrael óvatosan, de elkezdett nyitni, de én már azt is olvastam, hogy tavasszal akár már utazni is lehet majd Izraelben. Ebből mi az igaz? Ugye a Ben-Gurion reptért meg is nyitották, köszönhetően annak, hogy a legfelsőbb bíróság úgy ítélkezett, hogy nem lehet kitiltani azokat az állampolgárokat, akik szavazni óhajtanak. Tehát a tegnapi napon már 9000 ember megfordult a reptéren, nyilván ez eltörpül az a szám, amellett, amennyi általában a Izraelből be és ki szokott repülni egy nap. Viszont ugye az izraeli polgárok csak akkor adhatják le a szavazatukat, hogyha az országban tartózkodnak, kivéve akkor, hogyha az állam megbízásából tartózkodnak külföldön, tehát mondjuk a diplomáciai testületnek a külföldön tartózkodó tagjai, ők szavazhatnak külföldön is. Tehát már csak emiatt is az utazást megnyitották. Ami a turistákat illeti, itt különböző egyezményeket köt Izrael, például a hellén államokkal voltak már tárgyalások, hogy minél hamarabb megnyitni a kétoldalú turizmus irányában. Ugye Izrael kiadta ezeket a zöld kártyákat, amik igazolják azt, hogy a polgárai be lettek oltva. A helyzet jelenleg az, hogy több mint 5 millió polgár, tehát ugye a 9,6
3 millió polgárból több mint 5 millióan megkapták az első oltást, több mint 4 millióan megkapták a második oltást is, tehát kinyitottak már a konditermek, különböző szórakoztató kulturális intézmények. Tehát mondhatjuk azt, hogy Izrael valóban nyit és óvatosan, tehát azért figyelmeztetnek, hogy egy túl gyors nyitás, meg ugye a különböző vírus mutációk megjelenése miatt azért nem arról van szó, hogy hirtelen egyik napra a másikra az egész ország kinyit, tehát a maszk használat az továbbra is megvan a közterületeken, meg az épületekben, de azt mondhatjuk, hogy Izrael ebből a szempontból már ha nem is túljutott a járványon, de már a kifele tart ebből mindenképpen. Kicsit rákanyarodva itt akkor a választásnak a témájára, az lehetett olvasni, hogy március elején az izraeli legfelsőbb bíróság kimondta, hogy azok is jogosultak lehetnek izraeli állampolgárságra, akik az országon belül térnek be a konzervatív vagy reform zsidó közösségek egyikébe. Most úgy tudom, hogy viszonylag nagy vitákat váltott ki ez, és ultraortodoxok fel is háborodtak ezen a döntésen, és elindult egyfajta vita arról, hogy most akkor ki számít zsidónak és ki nem. Mennyire nagy ez a vita, és mennyire határozta meg ezt a jelenlegi kampányhelyzetet most? Ez mindenképpen egy nagy vita, és de tulajdonképpen ez a vita, ez 2000 éve zajlik, tehát az, hogy kiszámít zsidónak, ugye itt az etnikai és a vallási, illetve kulturális különböző szektoroknak a találkozása miatt, ez azt gondolom nyugodtan mondhatjuk, hogy ez eldönthetetlen. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az izraeli nemzet milyen kompromisszumot köt. Tehát biztos, hogy nem lesz a különböző csoportok között egy egységes vélemény. Vannak olyan elemzések, amik kormányzati intézmények, amik úgy határozzák meg a zsidóságot, hogy ezek koncentrikus köröknek a halmaza, és el kell dönteni, hogy mondjuk Izrael állam hol húzza meg a határt, ahol a törvényei már érvényesülnek, és hol pedig nem. Tehát, hogy hagyj említsem azért meg, hogy itt azért nem is egy zsidóság definícióról van szó Izrael állam szempontjából, hiszen gondoljunk abba bele, hogy az Izrael államba bevándorolhat minden olyan külföldi polgár, aki fel tudja mutatni, hogy egy zsidó nagyszülője van, vagy pedig külföldön betér a zsidó vallásba. És amiről pedig most beszélünk, az pedig a vallási elfogadottsága a zsidóság definíciónak. Tehát, hogy ez egy nagyon bonyolult kérdés, mindenképpen nagy vitát generál, és folyamatosan is generált. Ennek több aspektusa van, egy belpolitikai is, ami ugye arról szól, hogy az izraeli ultraortodoxok, konzervatívok, reformok, szekulárisok egymással milyen politikai megállapodást kötnek erről a kérdésről. Viszont van egy nagyon fontos külpolitikai aspektusa is, ez pedig az, hogy az Egyesült Államokban élő zsidóság, amelyeknek legnagyobb része konzervatív vagy pedig reformákhoz tartozik, egyértelműen, hát nem is elhidegült, de van egy konfliktus az izraeli zsidó közösség és az Egyesült Államokbeli zsidó közösség között. Nem, ezt a konfliktust nyilván úgy kell érteni, hogy egy vita. Egy vita, különböző nézetek arról, hogy mit jelent zsidónak lenni. És azért Izraelnek célja az, hogy a legnagyobb zsidó közösséggel, ami Izraelen kívül van, jó viszonyt ápoljon. Tehát van egy külpolitikai aspektusa is ennek a kérdésnek. Hogy ez milyen hatást gyakorolt a választásokra, én azt gondolom, hogy ez nyilván egy hívószó több izraeli polgárnak, azonban a valódi kérdés az inkább az, hogy Netanyahu vagy nem Netanyahu. Tehát ez a fő stratégiai kérdés, és ezen belül egy elem a évtizedek óta húzódó kérdése, hogy a reform és a konzervatív ágai a zsidó vallásnak milyen fajta elismertségre jutnak Izrael államban. Na akkor beszéljünk Netanyahuról egy kicsit. Ugye a legutóbbi kormány úgy alakult meg, hogy egyfajta rotációban egyeztek meg Benny Gantz és Netanyahu, miszerint 2 évig Netanyahu kormányoz, utána pedig Benny Gantz átveszi a kormányzást, és 2 évig ő fog kormányozni. Ezzel a fajta megegyezéssel tudtak egyáltalán kormányt alakítani a legutóbbi választások után. Most akkor
felmerül a kérdés, hogy hamarosan, úgy tudom, talán szeptemberben vette volna át Benny Gantz ezt az irányítást. Most miért kerül sor újra egy előrehozott választásra? Miért nem tudták megoldani valóban ezt a rotációs kormányzást? A rotációs kormányzás, meg ez az egység kormánynak a kialakítása, az ugye nagyban fűződött a nemzeti vészhelyzethez. Tehát úgy is hívták ezt a kormányt, hogy ez egy vészhelyzeti nemzeti egység kormány, ami arra szolgált, és maga Benny Gantz ugye azzal is indokolta a lépését, hogy belépett Netanyahu mellé egy kormánykoalícióba, hogy minden, tehát ugye 2019 óta zajlik ez a permanens választási ciklus, és Benny Gantz ugye az mondta, hogy egy harmadik választás idején, tehát ez 2020 tavasza, egy nemzeti vészhelyzet esetén ez felülírja a belpolitikai törésvonalakat. Most kell egy kormány, amelyik levezényli x hónapon keresztül a koronavírus válságból való megküzdést és a kiutást, és kötöttek egy paktumot, amihez ugye alaptörvényt is hoztak létre, tehát hozzányúltak, ugye Izraelnek nincsen egy egységes alkotmánya, hanem alaptörvények szabályozzák az állam közjogi alapjait, mint például Nagy-Britanniában is. Tehát egy ilyet hoztak, tehát egy nagyon komoly közjogi lépéseket hoztak azért, hogy ez a paktum működőképes legyen. Egyetlen egy kiskapu maradt ebben a paktumban, az pedig az, hogyha a büdzsén nem tudnak megegyezni, hogy egy vagy két évre hozzák a következő izraeli büdzsét, akkor ez a koalíció fel tud bomolni. Ez volt az az ok, ami miatt decemberben ugye a két politikai erő komoly politikai csatározást vívtak, és nyilván itt a cél azzal összefüggésben, hogy Izrael most már, ha nem is teljesen, de azért lassan túl van a koronavírus válságon, újra előjöttek azok a belpolitikai törésvonalak, amik miatt Izrael 2 éven belül most már négy parlamenti választást tart. Tehát valahol ez a mostani választás, ez pont annak a jele, hogy normalizálódnak a viszonyok Izraelben, és újra azok a kérdések kerülnek előtérbe, hogy kivezesse az országot. Tehát a költségvetés elfogadása kapcsán robbant ki az a vita, ami egy előrehozott választást tett szükségessé. Sokan azt rólják fel, hogy Netanyahu úgymond ravasz módon oldotta meg ezt a helyzetet, és már amikor létrejött ez a rotációs egységkormány, úgymond, akkor is felvetették azt, hogy na hát majd kíváncsiak leszünk, hogy ez valóban így lesz-e. Mennyire lehet azt mondani, hogy Netanyahu úgymond valóban ezt ravasz módon megoldotta akkor, amikor létrejött ez a kormány, és mennyire szimpatikus ez egyáltalán például az izraeli választóknak, hogy ez mégis így alakult? Ugye Netanyahu akkor azt mondta, hogy semmifajta stikli nem lesz a megkötött megállapodás kapcsán. Most azt, hogy értelmezzük, tehát ő a megállapodás betűjét betartotta. Az, hogy ez a megállapodás nem terjed ki egy olyan pontra, amit a felek nem szabályoztak, itt a költségvetés elfogadásáról van szó. A választópolgárok meg fogják ezt ítélni, jelenleg azt látjuk, hogy a Knesset, az izraeli parlament 120 helyéből 28-30 valószínűleg a Likudé lesz. Tehát a szavazók egynegyede úgy gondolja, hogy mindennel együtt Netanyahu. És ami talán ennél fontosabb, vagy ennél is fontosabb, hogy még azok a izraeli szavazópolgároknak a jelentős része is, akik más pártokra fognak szavazni, ők is úgy gondolják, hogy amúgy Netanyahu lenne a legjobb miniszterelnök, csak szeretnék, hogyha a koalícióban olyan politikai erők vennének részt, amelyek el tudják húzni Netanyahut egy centristább, vagy egy még jobb oldalibb, vagy egy vallásosabb irányba. Tehát, hogy van ugye, Izraelben van a pártok közötti verseny, ami egy hihetetlenül kemény verseny, 37 pártra lehet leadni a szavazatot, ebből jelenleg úgy néz ki, hogy 10-12 fog bejutni a parlamentben, ez akkor is egy nagyon színes politikai paletta, ami jelen van az izraeli parlamentben. Viszont két ember valószínű, hogy miniszterelnök lehet, ez Netanyahu, akit elfogad az izraeli szavazóknak több mint a fele, és Yair Lapid, aki a legnagyobb ellenzéki pártnak
a feje, viszont jóval kevesebben fogadják el miniszterelnöknek, és vannak még azok a politikusok, akik szeretnének miniszterelnökök lenni, de hát 10 mandátumot se fognak kapni. Tehát érdekes azért ezt látni, hogy ugye a Gideon Szár és Naftali Bennett Netanyahu-nak a jobboldali kihívója, hogy mind miniszterelnökök szeretnének lenni, de fele annyi mandátumot se fognak valószínűleg kapni, mint Yair Lapid, aki azt mondta, hogy ő nem feltétlenül akar miniszterelnök lenni. Tehát ez egy bonyolult együttállás. A tény az, hogy 4 ilyen választás után is Netanyahu torony magasan az izraeli politikai életet dominálja, és a polgárok benne bíznak meg. Tegnapi hír, hogy közel 50 ezer, mások szerint pedig 20 ezer ember tüntetett szombaton éjjel Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök házánál Jeruzsálemben. Ugye azt arra buzdították az embereket, hogy ne szavazzanak Netanyahu-ra. Mit lehet erről az eseményről tudni? Mennyire volt ez valóban nagy volumenű esemény Izraelt tekintve, vagy ott azért előfordulnak hasonló ilyen tüntetések? Nekem erről az jut eszembe, amikor voltak ugye a nagy tüntetés hullám Izraelben 10 évvel ezelőtt, amikor egyszerre a lakosság 10%-a kim volt az utcán. Tehát, hogy 6-7-800 ezer ember kim volt az utcán, és tüntettek, ugye akkor nyilván nem ez volt a legfontosabb ok, de a krémtúró árának az elszabadulása volt az, ami beindított, eszkalálódott egy ilyen nagy megélhetési tüntetés hullámát. Tehát az, hogy 10 000 ember kivonul Netanyahu háza elé, az nem egy jelentős tüntetés, azt gondolom, Izrael történetében, különösen, hogy ez kontraproduktív is lehet, hiszen az izraeliek azért eléggé érzékenyek arra, hogyha hozza a kormány egy döntést, tehát mondjuk ugye járványhelyzet van, hogyha ezt megszegik, meg különböző igen, tehát hogyha megszegik a törvényeket, az Izraelben nem igazán szimpatikus. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván még mi azt állítottam, hogy Netanyahu azért torony magasan uralja az izraeli politikai életet, ez nem azt jelenti, hogy egyértelmű, hogy ő lesz a következő miniszterelnök. Tehát azt kell látni, hogy a Netanyahu blokk, ha így mondhatom, az ugye a jelenlegi közvéleménykutatási számok alapján a 120-ból 50 helyet kapna meg, 60 plusz 1 kell a kormányalakításhoz. A maradék 10-et lehet, hogy meg tudja kapni a Yaminától, ami egy Likudnál talán egy kicsit jobbra álló vallásos, cionista politikai erő. Míg a Netanyahu-val szemben állók viszont nem, tehát ez nem azt jelenti, hogy a másik oldalon viszont 60 mandátum van alapból, mert az viszont annyira színes a Netanyahu-t ellenző politikai erőknek nem a koalíciója, hanem az összessége, hogy ők viszont nem fognak tudni együtt kormányt alakítani. Tehát itt mindenfajta forgatókönyvet áttekintve azért azt lehet látni, hogy Netanyahu-nak jóval nagyobb esélye van arra, hogy kormányt alakítson. Nem azon fog múlni, hogy tüntetnek ellene, mert az egy nagyon kis szektor, hanem az, hogy tényleg sikerül-e majd 60 plusz 1 mandátumot összedni, akár azzal, hogy olyan pártokból át tud csábítani képviselőket, akik korábban azt mondták, hogy nem fognak Netanyahu mögé beállni. Választásról mindig láttuk azt, hogy végül volt olyan politikai erő, amelyik azt mondta, hogy rendben, ők hajlandóak Netanyahuval kormányt alakítani. Mennyire van esélye annak, hogy ez a választás sikere zárul, tehát hogy egy egyértelmű eredmény lesz? És a másik, amit még szerettem volna kérdezni, hogy ez alatt az évek alatt, most 2019-től, amióta ez a sok egymás utáni választás ismétlődött meg, hogyan áll össze úgymond a baloldal? Tehát mennyire tudnak a Netanyahu-nak az ellenzéke egyfajta közös, nem tudom, narratívát mutatni az emberek számára, vagy ahogy ön is említette, inkább az a jellemző, hogy el van aprózva az ellenzék, és éppen ezért nem tudnak annyi voksra szert tenni. Nagyon-nagyon el van aprózva az ellenzék, tehát azt kell látni, hogy maga az ellenzék, az úgymond baloldal, az 3 nagy szektorból áll. Az egyik a hagyományos baloldal, akit ugye a munkapárt képvisel, az államalapító munkapárt. Ez visszaolvat, jelenleg 6-7 mandátumot szerezhetnek a parlamentben.
mellettük van a Merec, ami egy tőlük balra álló, de még cionista párt. Ketten együtt szerezhetnek 10-11 mandátumot. Ez a hagyományos baloldal. Tőlük még balra vannak ugye az arab ügyet legfőképpen képviselő pártok, arab pártok, ez ugye kettőnek van esélye, hogy bejusson, kettő ilyen közös listának van esélye, hogy bejusson a parlamentben. Őket nem nevezhetjük a hagyományos izraeli baloldalnak, bár nagyon érdekes látni az elmúlt hónapokban, néhány évben, hogy milyen új együttműködési, politikai struktúrák jöttek létre, tehát az, hogy Netanyahu és különböző arab pártoknak a képviselői közlekedés, egészségügy, praktikus kérdésekben végre sikerül olyan együttműködéseket végrehajtani országos szinten, amik lokális, tehát különböző városokban, teljesen természetes volt Izraelben is az elmúlt években is. És a másik, ami egy nagyon hányatatott sorsú kérdés, ez a centrum. Az a centrum, amelyiket ugye korábban Benny Gantz sikerült, hogy összefogja az előző választásokon, most Yair Lapid képviseli. De azt kell látni, hogy míg ugye beszélünk az ellenzéknek erről a három nagy csoportjáról, addig van egy jobb oldal, ami mindig 60 mandátum körül szerepel, viszont sokkal inkább egységes, sokkal inkább be tud állni Netanyahu mögé, még akkor is, ha ez a jobb oldal azért ugyanúgy nagyon sokszínű, vallásos, szekuláris, és a jobb oldali spektrumon is különböző helyen helyezkednek el. Tehát míg a jobb oldalon van egyfajta konszolidáció, egy erős politikus mögött, addig a bal oldalon ez hiányzik, és emiatt én nem gondolom, hogy ha Netanyahu, tehát a közvélemény kutatások szerint 10-12 mandátum sorsa még nem dőlt el, tehát nagyon sok a bizonytalan szavazó. Ha Netanyahu képes egy viszonylag erős koalíciót létrehozni, tehát erősen szerepel a Likud, megkérdőjelezhetetlen az ő vezető szerepe, és mondjuk 65 mandátum és a fölötti számot tud szerezni, akkor lehetséges, hogy ez 4 évre le tudja zárni a belpolitikai válságot. Ha ennél gyengébb számokkal szerepel Netanyahu, akkor egyáltalán nem biztos, hogy ez sikerülni fog, illetve a harmadik forgatókönyv pedig az, hogy létrejön egy nemzeti kormány, amiatt, hogy valamelyik politikai erő az a mostani ellenzékben úgy érzi, hogy valamit kell csinálni a következő hónapokra is, legyen Izraelnek egy működőképes kormánya, ami aztán egy év múlva újra fel fog omlani. Hát akkor mindezt holnap meglátjuk, vagy az eredményeket gondolom már holnap este nagyjából közlik, vagy a szerda reggel inkább az, ami esélyesebb? Az eredményeket nagyjából nagyon későn kedden, de inkább szerda reggel látni fogjuk a közvéleménykutatások eredményeit. A valódi összeszámolás pont a koronavírus helyzet miatt inkább ilyen péntek-vasárnap magasságára valószínű, és úgy tervezik, hogy a hivatalos eredményeket jövő szerdán fogják bemutatni az államelnöknek. Világos, akkor még van időnk izgulni. Nagyon köszönjük, Csepregi Zsolt, az Antal József Tudásközpont nemzetközi igazgató helyettese, Izrael szakértő volt a vendégünk. Minden jót kívánunk, viszont hallásra. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Középpont. Más megvilágításba helyezzük a világ eseményeit. És folytatódik a Középpont, a mikrofonnál továbbra is Fekete Ritát halljátok, és folytatjuk az izraeli választásokkal kapcsolatos témánkat. Köszöntöm itt a vonalban Morvai Pétert, újságírót, műfordítót, a Hetek Közéleti heti lapovat vezetőjét. Szervusz! Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat! Van egy cikk a most megjelent aktuális Hetekben, szörnykoalíció Netanyahu ellen, amelyet te jegyzel, Péter, és ezzel kapcsolatban szeretnénk téged elsősorban kérdezni, ugyanis azt írod ebben a cikkben, hogy a baloldalt három jobboldali politikus hozhatja vissza a baloldalt a hatalomba a március 23-ai izraeli választásokon. Ez a bárkit, csak ne Bibit, ugye Benjamin Netanyahu-nak ez a beceneve Izraelben. Ez engem nagyon emlékeztet, bevallom őszintén, a kicsit a magyarországi helyzetre, hogy mindegy, hogy mi történjen, csak váltsák le a jelenlegi miniszterelnököt. Ilyen hasonló folyamat zajlik Izraelben is? A világ több országában lehet látni hasonló választási szituációt.
Ami konkrétan Izraelt illeti, ugye negyedszer fognak két éven belül választást rendezni, és ebből a négy választásból gyakorlatilag mind a négyet a Netanyahuval szembeforduló jobb oldal kényszerítette ki. Önmagában a baloldal Izraelben most már több mint 10 éve képtelen lenne többséget szerezni, kormány többségnek még a közelébe sem tudtak jutni, viszont azt lehet látni, hogy jobb oldalon először a Viktor Lieberman Netanyahunak a korábbi szövetségese fordult vele szembe még 2018-ban, amikor lemondott a védelmi miniszteri tisztségéről és kilépett a kormánykoalícióból. Ez indította el azt a választási lavinát, aminek most a negyedik fordulója fog holnap következni. Liebermannal együtt kényelmes többsége lett volna a 2019 tavaszi választáson Netanyahunak. Ott Lieberman ugye szembefordult vele, és nem csatlakozott a miniszterelnöknek a koalíciójához, és emiatt megismételt választásra került, a megismételt választás gyakorlatilag ugyanez még egyszer megtörtént. És érdekes módon az történt közben, hogy a jobb oldal tovább erősödött Izraelbe, ezért nem tudták Netanyahut megbuktatni, ami az elsődleges célja volt ezeknek a szakadár jobboldaliaknak, hogy összefogva a baloldallal Netanyahut kisebbségbe szorítsák, lemondásra kényszerítsék. Eddig háromszor ezt a megbuktatási kísérletet, pucskísérletet Netanyahu visszaverte, de ez nem tántorította el, tehát ezt a szakadár, mondhatni áruló jobboldali politikusokat attól, hogy negyedszer is neki fussanak. Annyiban változott a helyzet, hogy most már nem csak Lieberman az, aki jobboldali pártvezetőként szembefordult a miniszterelnökkel, hanem a Likudból is, tehát a kormányzó pártból is kilépett a második számú ember, Gideon Saar, aki minden korábbi tisztségét, egész politikai pályafutását Ariel Sharonnak és Benjamin Netanyahunak köszönheti. Ugye ismerős azért ez a szituáció is, amikor egy szervezetnek a második, harmadik számú embere megunja azt, hogy nem ő van a élen, és megpróbál egy szakadár lépéssel szembefordulni a politikai forrásával, politikai otthonával, és ez történt most. Elsőre úgy nézett ki, hogy nagyon nagy szakadást tud a Likudban Saarnak a kilépéssel létrehozni, de a legutolsó közvéleménykutatások azt mutatják, hogy azért az izraeliek nagyon nagy többsége átlátja, hogy ez egész nem szól másról, mint egy pucsról Netanyahuval szemben. És van egy harmadik szereplője is a történetnek, az pedig Naftali Bennett, aki karakteres jobboldali politikus, de neki is ugye olyan ambíciói, miniszterelnöki ambíciói vannak, amelyek eddig csak nehézséget okoztak a jobb oldalnak. Ugye volt, amikor egy új pártot alapított, de amivel nem jutott be a Knessetbe, és akkor azok a mandátumok hiányoztak Netanyahu számára a kormányalakításhoz, tehát egyelőre az ő politikai tevékenysége sem segítette a jobb oldalt, de azért talán a három Bibi ellenes jobboldali vezetők közül még leginkább rá lehet számítani, hogy azért a nemzet érdekében, Izrael érdekében nem engedi azt meg, hogy egy olyan baloldal kerüljön jobboldali támogatásra, hatalomra, amelyik Izraelnek a nemzeti érdekei számára
hát nagyon nagy kockázatot jelentene Izraelt, visszaszorítaná abba a helyzetbe, ami a 2009 előtti kiszolgáltatottságot jelentette, amikor az izraeli politikát azért nagyon nagy részben külföldről, külföldi érdekek szerint határozták meg. Ebben történt Netanyahu-nak a hatalomra jutásával egy karakteres fordulat, hogy a nemzeti érdekek tudtak érvényesülni, és ez váltotta ki annak a nemzetközi globalista elittel összefonódó izraeli politikai oldalnak a most már negyedik próbálkozását, hogy valahogy ezt a önálló szuverén nemzeti politikát megváltoztassák. Akkor ez azt jelenti, hogy ennek a szakadár jobboldali mozgalomnak nincsenek mondjuk politikai kritikái a jelenlegi kormánnyal, tehát a jobboldali kormánnyal Netanyahuval szemben, hanem akár egy személyes konfliktus, vagy pedig egy személyes ambíció a részükről, hogy ők szeretnének a miniszterelnökök lenni. Ennyi áll a mögött, hogy szakítottak? Ez kifejezetten személyes ellenszemről, személyes hatalomvágyról szól. Gideon Szár pártjának a program, az ő pártját Új Remény névvel nevezte el. Hogyha ennek a pártnak a programját a Likud mellé helyezzük, akkor gyakorlatilag minden lényeges pontban azonos elveket vallanak, de legfeljebb bizonyos dolgokat még Szár radikálisabban oldana meg, például a palesztin kérdést, mint Netanyahu, de semmiképpen nem arról van szó, hogy egy érdemi kritika lenne. Ugye Netanyahu-nak a legutóbbi egy éve a járványügyi válság kezelésről szólt, és ezzel kapcsolatban is egy referendum lesz a holnapi választás. Ugye Izrael világ elsőné tudott válni az átoltottság terén, köszönhetően annak, hogy Netanyahu időben és nagyon eltökélten gondoskodott arról, hogy megfelelő mennyiségű oltóanyag érkezzen Izraelbe, és ennek köszönhetően a lakosságnak a közel 80%-át beoltották már, ami világméretekben egyedülálló, Európához hasonlítva pedig ez egyenesen elképesztő teljesítmény. Én azt gondolom, hogy nagyon sajátos az, amikor egy ilyen teljesítmény után, annak köszönhetően, hogy a járványügyi korlátozásokat nagyrészt feloldották Izraelben, az izraeli baloldali ellenzéknek az első dolga az volt, hogy egy 50 ezeres tömegtüntetést szerveznek Netanyahuval szemben, amit mondom érte köszönhet, annak köszönhetnek, hogy ilyen tüntetést tartottak, hogy egyébként a járványt sikerült Izraelbe a legkorábban megfékezni. Tehát amivel tettem is, igazából ezekre a választásokra nem lett volna szükség Izraelben, és még az sem kizárt, hogy egyébként ez a negyedik választás sem fog döntést hozni. Mármint a pucsisták szempontjából nem fogják elérni a céljukat, akkor arra lehet számítani, hogy amilyen megrögzöttek, és akár mondhatni megáltalkodottak a céljaikban, újra neki fognak futni. A cikkedben az is szerepel, hogy az anti-Bibi koalíció valódi vezetője a baloldali szekuláris Yair Lapid, és az előzőekben az izrael szakértő is azt mondta, hogy ha nem Benjamin Netanyahu lesz a miniszterelnök, akkor több mint valószínű, hogy Lapid lesz az. Mit lehet tudni róla, mi az érdekessége neki? Ugye nem olyan régen szállt be ő egyébként az izraeli politikába, jól tudom. Hát az elég régen benne van. Korábban valóban ő egy televíziós műsorvezető, újságíró, média személyiség volt, de most már több mint 10 éve annak, hogy megalapította a Yesh Atid van jövő elnevezésű pártját, és hát neki az édesapja is, Tomi Lapid is Knesset képviselő és párt
vezető is volt, és ugye Magyarországról származtak. Lapid a maga módján következetes, tehát ő egy baloldali világnézeti baloldali programot, baloldali populista programot képviselt mindig. Ennek van támogatottsága Izraelbe, de soha nem, még csak a közelébe se került annak, hogy ő egyébként önállóan miniszterelnök legyen. Tehát itt azért csak azt mondom, hogy a szakadár jobboldali politikusoknak, pártvezetőknek, Gideon Szárnak, Avigdor Liebermannak hát a tükörbe kellene nézni, mert annak a lehetősége, hogy Lapid legyen a miniszterelnök, azt ők tudják megteremteni. Mert Lapidnak a saját pártja élén, mint a baloldali tábor legerősebb pártjaként, minden bizonnyal azt el tudja érni, hogy a Likud után a második legnagyobb párt legyen. Tehát logikus az, ugye van egy sorrendűsége, hogy kit kér föl az izraeli államelnök kormány alakításra, ez hagyományos a legnagyobb pártnak a vezetője, illetve hogyha ő nem tud, ez ugye esetben Netanyahu lesz, ha Netanyahu nem tud kormányt alakítani, nem tudna kormányt alakítani, akkor Lapidnak hoz kerülne a labda, hogy úgy mondjam, és őt viszont csak ezek autonóm a Likuddal szembeforduló izraeli politikus, jobboldali politikusok tudnák besegíteni hatalomba, és nyilván Lapidnak egy olyan programja van, ami egyébként összeegyeztethetetlen egy számos kérdésben a jobboldallal. Tehát erre utaltam a cikkemnek a címében is, hogy ez azért szörny koalíció, és jellemzik így Izraelben, meg máshogy is, mert egymással össze nem illő, össze nem egyeztethető elemekből állna, vagy próbálnak összeállítani. Igen, a cikkedben szó van ugye az Izraelben is erős mély államról, a Deep State-ről, amelyet Karonai Glik vezető jobboldali elemző is felvetett, hogy ez a mostani helyzet ez bizonyítja, hogy itt is erős. Miben látják ennek az elejét, és hogyan működik ez? Ez egy összetett jelenség, amit Deep State-nek, mély államnak neveznek. Nyilván van ennek egy Izraelen kívüli háttere. Ez elsősorban az Egyesült Államoknak a demokrata oldalát jellemző, hogy ott egy elég erős lobby működik, amelyiknek az a célja, hogy Izraelt, mint szuverén nemzetállamot korlátozzák, és szeretnék inkább az Egyesült Államokból, Washingtonból meghatározni azt, hogy például hogyan és mit tesz Izrael az arab szomszédaival, közelebb és távolabb szomszédaival, és az elmúlt 4 évben Trump időszakában ez a gyeplő sokkal szabadabb volt, tehát tudott Izrael önállóan békekezdeményezésre tenni, sőt ezt még az amerikai kormányzat támogatta is. Most ugye az új vezetés szeretne visszatérni ahhoz a korábbi helyzethez, amikor a tengeren túlról diktálják azt, hogy Izrael milyen külpolitikát folytasson. És van ennek nyilván az országon belüli tábora is, nem csak Izraelben, másutt is a jurisztokrácia, tehát az egyébként választók által meg nem választott ügyészek, legfelsőbb bírák, az Egyesült Államokban is látjuk, hogy milyen hatalmú befolyásuk van országos jelentőségű kérdésekben. Izraelben például a Netanyahuval szemben folytatott per, ami mind a 4 választást végigkísérte, és annak ellenére, hogy most már harmadik éve nem tudnak egyértelmű bizonyítékot és vád olyan jellegű
vádat emeltek ugye Netanyahuval szembe, de ezt a vádat nem tudták alátámasztani még, viszont ott lebeg folyamatosan a miniszterelnök feje fölött, ott tartják fölött egy ilyen damoklészi kardként azt, hogy bármikor elítélhetik. És ennek is megvan természetesen a politikai árnyéka, amit egyelőre az eddigi három választáson Netanyahunak sikerült elhárítania. De továbbra is ez a helyzet fönnáll, és mindaddig azt látszik, hogy fönn akarják tartani. Tehát tehet bármit, lehet bármilyen sikeres, hatékony Izrael számára, a nemzet számára legtöbb érdemet és előnyt fölmutató miniszterelnök, akik meg akarják buktatni, akik félre akarják tolni az útból, azoknak semmi nem drága. Így van, és hogy a szakértő elmondta, még jövő hét szerdáig valószínűleg a hivatalos eredményekre várni kell, a választás holnap fog ugyan megtörténni, addig maradnak a kérdések. Nagyon köszönöm Morvai Péternek, hogy a rendelkezésünkre áll, újságíró műfordító hetek közéleti heti laprovat vezetőjével beszélgettünk, és ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe a legfrissebb hetek számban a Szörny Koalíció Netanyahu ellen című cikket, sok érdekes írás mellett erről is olvashattok.